Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, és ennél a kivetésnél arról van szó, mit tegyél annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, vagy mit tegyél annak érdekében, ha egyedül vagy, hogy megismerkedj valakivel. Mi változik a szerelmi élet területén, hogyan tudsz ezen javítani, mire kellene odafigyelni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyán. Itt a hajó szimbolizálja a reményt. Tehát megvan arra remény, hogy javuljanak a dolgok. Ez a hajó jelentett egy utazás is. Például, hogy külföldön találkoztok, vagy azt is jelentheti, ha ő messze lakik, akkor meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és azt szeretné, ha te látogatnád őt meg. A hajó jelenthet egy közös nyaralást is, vagy egy belső utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között. Itt ez a kígyó, ez jelentheti a megújulásokat, a változásokat, a gyógyító erőt, de lehet egy nő is. Ez lehet egy barátnő, egy ismerős, vagy valaki a családból, aki segít, de lehet valaki, aki figyelgeti őt, vagy figyelget benneteket, és ártani akar nektek. Majd a következő kártyák mutatják azt, hogy kiről és miről van szó konkrétan. Itt megjelenik a lelki társad, lehet, hogy még van kapcsolata ezzel a nővel. Sőt, az is lehet, hogy a nő külföldön él. Akkor lehet egy internet kapcsolat is. De kettőjük között vannak viták és veszekedések. Az is lehet, hogy ez a nő támadja őt, vagy zsarolja őt. És itt a remény, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot, és akkor javul a helyzet kettőtök között. Sőt, itt látható a kulcs, és ő a kezébe veszi ezt a kulcsot, lezárja a nővel a kapcsolatot, lezárja a múltját, lezárja a vitákat, meg a veszekedéseket, és egy időben kinyílik egy új ajtó a lehetőségek kettőtök között. Itt látható a kutya, és ez jelenti a hűséget, tehát nem kell félned a nőtől, hiszen ez a férfi hűséges hozzád. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ez a kígyó, tehát ez a nő, a baráti körben pletykálkodik róla. Itt a könyv azt jelenti, hogy ő tanul ebből a helyzetből. Azt is jelentheti ez a könyv, hogy zárkózott és nem beszél ezekről a problémákról. A könyv azt is jelentheti, hogy most légy visszahúzódó, légy zárkózott, amíg ő saját maga majd rendezi ezeket a dolgokat. Minden jóra fordul, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, meg a bizalmat is, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva.
Itt látható a nyilvánosság, az azt jelenti, hogy összefuttok a nyilvánosságon, ami szerencsét hoz. Azt is jelentheti itt ez a kép, hogy ez az egész dolog, ami őt megviseli, meg a hazugságok a nő részéről, ez kiderül, nyilvánosságra kerül. Itt lesz mozgás, könnyűség, vidámság és beszélgetés. A képek arra utalnak, hogy lesz egy közös nyaralás, lesz egy utazás, vagy meglátogat téged. A háttérben van egy rossz indulatú nő. Ez lehet az ő baráti köréből. Vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy a nő hazudik, és azt mondja, a férfi nem hűséges. De itt a remény, hogy szerencse lesz, kiderül az igazság, minden jóra fordul. És itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát, vagy légy biztos a dolgodba. Itt a kutya jelenti a hűségét, tehát ez a férfi ártatlan. És majd ő rendezi a dolgokat, hiszen a kulccsal lezárja ezeket a témákat, lezárja ezt a kapcsolatot. Itt minden nyilvánosságra kerül, és köztetek lesz egy találkozás, meg beszélgetések. És ez volt, ez a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!